És itt jön a harmadik tippem. Legyen mindig B-terved. Egy vállalkozónak mindig van B-terve, sőt, általában C, meg D is. Jó, tehát hogyha ne adj Isten azt mondanám tényleg, hogy holnap nem tudsz körmözni, gondold el, hogy mit csinálnál, milyen lehetőségeid vannak, mihez tudnál kezdeni. És ne csak úgy, hogy jó, hát akkor majd elmegyek egy céghez. Ne, konkrétan írj egy, mit tudom, egy önéletrajzot, legyél fölkészülve rá. Nem tudom én, beszélj az ismerősökkel, hogy mi van most a piacon, hol van hiány, mik a réspiacok, és a többi. Hát, ha jön egy ötlet, hát, ha mellékvállalkozásban el tudsz kezdeni valamit, ami már így fölépíthetsz egy B-lábnak, vagy egy B-tervnek. Muszáj, hogy legyen B-terved, egy vállalkozásban mindig kell, hogy legyen. Egy lapra föltenni mindent, már csak azért is, amit mondtam az elején, hogy egy fiktív környezetben élünk, tehát az se itt, semmi nem biztos, hogy mi lesz holnap, semmi, nulla, ez az egy biztos, hogy semmi nem biztos. Erre nem lehet úgy, hogy van egy jó tervem, hát az bőven kevés. Jó? Mindig legyen valami B-terv. És most nyilván kicsit általános, amit mondok, de ezek, hogyha elkezdtek rajta gondolkodni, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek beugrik egy-két dolog, és az már bőven elég, ha ezen egy kicsit kattognak a fogaskerekek.